Kiváló formában játszik a címvédő Falco, amely zsinórban 13. győzelmére készült a Szeged elleni bajnoki mérkőzésen. Az összecsapás pikantériáját az adta, hogy a szombathelyiek egyetlen vereségüket éppen a tiszaparti alakulattól szenvedték el. Az aréna szaváriában ezúttal is 3000 szurkoló buzdította kedvenceit, de érkeztek szimpatizánsok Szegedről is. Gásper Okor tanítványai komolyan vették a mérkőzést. Benke hatékony játékának köszönhetően már a harmadik percben 11-0 állt az eredményjelzőn. Bár az ismester folyamatosan cserélgette játékosait, a Szeged nem talált fogást a címvédőn. A vendégektől sokáig csak az ex-falkós Dequan Lake tudta tartani a lépést. Az első fél időt követően már csak két nyitott kérdés maradt, eléri-e a Vasi együttes a 100 dobott pontot, illetve milyen különbséggel nyeri meg az összecsapást. 3 perccel a vége előtt Giordano triplájával sikerült átlépni az álomhatárt, a végén 110-80 állt az eredményjelzőn. Valamennyi szombathelyi játékos pontot szerzett a mérkőzésen. Az első perctől kezdve jó ritmusban játszottunk, jól működött a védekezés, támadás, nagyon könnyű leindításokat tudtunk szerezni, úgyhogy ez egy jó felkészülés volt a szerdai kupa meccsre. A Szeged elleni magabiztos sikerből erőt merítettek a sárga-feketék, akikre szerdán újabb feladat vár. A Zsíros Tibor Magyar Kupa negyed döntőjébe a Falco ellenfele az Albafehérvár lesz 18-szorai kezdettel az Aréna Szaváriában. A kék-fehér csapat jelenleg második a tabellán, így a találkozó előrehozott finálérnak is tekinthető.